fontos, hogy az anyuka komfortosan, kényelmesen helyezkedjen el, hiszen a baba is érzi ezt, hogy az anyukája nyugodtan tud ő ráfigyelni, és ugyanúgy, mintha szoptatná a kisbabát, egészen test közelbe tartja a fej itt a könyökhajlatnál, és megtámasztva a kisbabának a testét. Ide tesszük az állacskája alá a babának. A pohárnál mindenképpen fontos, hogy sterilizálható legyen, és hogy lekerekített peremű legyen, hogy a babát semmiképpen ne sértse föl, és szépen tudjon belőle inni. Az itatáshoz a baba alsó ajkához érintjük a pohárnak a lekerekített peremét, megérintetni vele, hogy folyadék van a pohárkába. És hogyha a baba ezt megérzi, optimális esetben akkor elkezdi kortyolgatni. Mivel a nyelési reflex teljesen automatikusan működik, ezért a baba a szájába kerülő folyadékot kortyonként lenyelegeti. Jó, van, nagyon ügyes vagy, Hunor. Bizony, nagyon ügyes vagy. Mi nem javasoljuk a cumis üvegből való itatást. Minden újszülött szopóreflexel születik, de a technikát azt azért még tökéletesíteni kell néhány nap gyakorlat alatt, mire az édesanyja és a baba egymásra hangolódnak. Befolyásolhatja a szopó technikájukat a cumis üvegből való itatás. Abból akkor is jön, hogyha a baba nem szívja. Az anya melléből viszont csak akkor jön, hogyha a baba szív. Azért javasolt pohárból itatni az újszülötteket, mert más technikát igényel a pohár szélére való kis kortyolgatás.